Néhány gondolatot szeretnék elmondani azok a dolgokkal kapcsolatosan, amikkel foglalkozom. Tehát, hogy a téta az a téta agyhullámokban hozzáférünk a tudatos tudatunkkal, a tudatalatti tartalmához, leizomtesztelhetjük, ha gondoljuk azt, hogy milyen érzelmi programokat, gondolati mintákat tartalmaz, és tudatosan meg tudjuk változtatni, és most pozitív érzelmi minták tanításával azon a képesek vagyunk megváltoztatni a valóságunkat. Nagyjából ugye erről van szó, amit csinálunk, ez egy gyors technika, rengetegszer azonnali hatása van, rengetegszer nincs azonnali hatása. Tehát attól függ, hogy a tudatalattink, hogy milyen mintákat tartalmaz, milyen programokat, milyen mélyen fekszenek, megtaláljuk a gyökérprogramokat, és nagyon sok mindentől függ, de mindenképpen tőlünk az, hogy hogyan teremtjük a valóságunkat. Pár példa az elmúlt egy-két hétből, amit érdekesnek találtam a saját életemben. Az egyik az volt, hogy véletlenül, idézőjelben, kinyitottam egy olyan spirituális oldalt, ami nem spirituális oldal volt, hanem Napóleon halálának a leírása, és egyáltalán nem akartam olvasni, de beleolvastam, érdekesnek találtam, és ezért beugrott valami erről ezzel kapcsolatosan, amit le is teszteltem, majd családnak két tagját fel is hívta szintén letesztelni bizonyos intuitív megérzés, vagy bármilyen képeket, amik beugrottak, hogy hogyan gondolkozunk, hogyan vélekedünk róluk. Gyakorlatilag volt egy olyan trauma, amit megváltoztattam abban a pillanatban, és ennek következtében egy érdekes dolgot vettem észre. Mégpedig ez az volt, hogy 12 évig dolgoztam irodában, egy könyvelő voltam nagyon sokáig, francia cégeknél, és rengeteg francia mondatot hallottam, rengeteg franciával találkoztam, akkor Párizsba jártam, a Loire-Venti kastélyokban. Minden nagyon tetszett, kivéve az, hogy a francia nyelv irritált, és ezek után, hogy ezt itt múltkor lecseréltem, ezt a traumát, amit az izomtesztem szerint ugye, tartalmazott valahol az energiamező. Következő nap azt vettem észre, teljes meglepődésemre, hogy gyakorlatilag a francia nyelv, mint a zene füleimnek lenne, és úristen, ez a következő, amit meg akarok tanulni. És egészen megdöbbentem saját magamon. Tehát tulajdonképpen az azonnali változás, az nem feltétlenül arról beszélek, hogy fehér fényé változunk, és 50 méterrel a föld fölött fogunk lebegni, egyáltalán nem erről van szó, de mondjuk, ha másik oldalról közelítem meg azt, amivel foglalkozunk, akkor egy-egy téta kurzuson, vagy egy-egy konzultációban úgy fogalmazok, hogy nem azt mondom, hogy kiváltos, de ha úgy fogjuk fel magát az órát, vagy a háromnapos, vagy kétnapos, akárhány napos tanfolyamot, mint egy játék, nem úgy, mintha az életünk az anyánk élete, és a lefelmenő generációink élete, népünk élete, és országunk élete múlna rajta, azon, hogy mi hogyan fejlődünk, hogyan változtatjuk meg a valóságunkat, akkor egy nagyon jó játékból rendkívüli jó eredmények születnek. És az eredmények itt mondjuk nem, tehát itt pozitív értelemben, tehát következményei, gondolataink, érzelmi mintáinknak a beazonosítása, felismerése, tudatossá válása, lecserélés, megváltoztatása, átalakítása, a következményei nagyon kellemesek tudnak lenni. Egy másik példa az az, hogy a múlt pénteki, tehát most van ugye hétfő, tehát másfél héttel ezelőtti mágneses szív aktiváció után bedurrant a egyik fogamnak a gyökere, gyakorlatilag van egy olyan gyökér, amit problémát okozhat az orvosok szerint, de ezt már megcseréltem abban a pillanatban, hogy ezt hallottam, de igazából ott a mágneses tér aktivációja után gyakorlatilag egy olyan fogfülfájásom lett, ami felhozott ugye egy traumát. Gyakorlatilag megpróbáltam elképzelni azt, hogy a fogfájásom, a gyökér begyulladása, tulajdonképpen egy szemben ülő, mondjuk úgy, hogy egy kliens, aki valamit üzen, aki valamit szeretne mondani, vagy az én részem, teljesen mindegy. Tehát mint egy személy, aki leül velem szembe,
és elmondja, hogy figyelj, ez is ez az üzenetem, és tulajdonképpen ezért is ezért szolgállak téged, tehát ez az, amit itt és most, ha megváltoztatsz, akkor a gyulladás is elmúlik, plusz egy fájdalom nyilvánvalóan, plusz ugye egy olyan előnyt kovácsolok belőle, ami csak a javamra válik. Na hát ez egy nagyon érdekes munka volt. Tulajdonképpen másfél napig ide-oda jött a fájdalom, kisebb hullámokban, görcsökben, vagy lüktetésekben, de az elején, az első nap dolgoztam rajta, elmúlt. Valami beugrott, visszajött a fájdalom. És dolgoztam azokon az elvárásokon is, hogy ezzel foglalkozom, akkor ezt nekem azon el kell tüntetni, vagy bármi ilyesmi, tehát nem az van, hogy itt most én valami, nem tudom én, mágikus szent vagyok, akinek van egy probléma, és így ping, kipattintja magába, és akkor soha többet semmi baj nem lesz, tehát nem. Nem, tehát én itt egy ugyanolyan ember vagyok, mint bárki más, egy anyuka, aki időnként ideges, aki időnként feszült, de abból a térből, ahol éltem, a soha semmi nem elég jó, és viszonyatosan mérges, dühös nőciből egy lenyugodott csaj lettem tulajdonképpen, ha ezt így lehet fogalmazni, tehát semmi extra, élem az életemet, és megtanultam kihozni magamból egy csomó olyan dolgot, amire nem is gondoltam, hogy ott van. Tehát abból a térből, amikor azt mondom, hogy nincsenek elvárásaim, és így nézem azt, hogy mondjuk mit üzen egy része a testemnek, vagy egy fájdalom, egy gyulladás, elég érdekes dolgokat lehetett kihozni, gyakorlatilag tulajdonképpen másfél nap alatt jutottam el oda, hogy ez a fájdalom nem jön vissza. Tehát ez összehasonlításképpen régen, amikor ilyen volt, akkor mondjuk ez egy mondjuk 4 óránként két panadolba került volna. De hát most ugye ott volt bennem, hogy nekem ezt meg kell tudni csinálni. Na nézzük meg, hol a kell, miért kell, van választásom. És akkor innentől kezdve kicsit olajozottabban mentek a dolgok. Aztán itt akarok még egy dolgot mondani, hogy tegnap egy érdekes beszélgetésbe keveredtem. Nem, mintha először keveredtem volna bele. És nyilván az én nem tudom, frekvenciáim, gondolati rezgéseim, vagy az érzelmi vibrációm az, ami ezeket a mondatokat behozza, teljesen mindenkinek a szájából. És vele gondoltam, hogy hányszor hallottam már ezt, és hányszor vagyunk olyan szituációban, amikor a társadalom, a környezetünk, a család, barátok, ismerősök ismeretlennek, hasonlóan reagálnak, és ez tulajdonképpen ma tudatosodott bennem. Erre egy csomószor tudatosodott, biztos tudjátok azt az érzést, ismertek azt az érzést, amikor hallottok valamit, olvastok valamit, hát persze ezt én már rég tudom, mindent tudok egyébként is, és utána elolvasom újra, és így ezt föl se fedeztem, vagy mondjuk egy filmmel, jaj, föl se fedeztem ezeket a vicces részeket, és akkor, amikor 5-5-szörre olvasjuk, vagy 15-5-szörre, vagy 28-szörre, akkor rájunk, hogy úristen, mennyi mindent nem vettünk észre, milyen sok minden van még, amit nem tudunk, és tulajdonképpen az egész egy nagy, kellemes tapasztalás, hogy jé, tényleg, és ennek ilyen aspektusai is vannak. Amit akarok mondani, az az, hogy szóba került az, hogy milyen elképzeléseim vannak a következő házról vagy lakásról, ahol majd élni fogunk, kifejezetten különböző célokat szem előtt tartva, ami mindenképpen így a mindennapi életemet jobbá teszi. Plusz nem csak az enyémet, nyilván a gyerekünkét is, tehát egy kényelmesebb, komfortosabb, otthon való munkát tesz lehetővé sokkal kellemesebben, mint most, egy kétszobás lakásban. Tehát így be is ugrott, hogy mi az a tökéletes épület, vagy ingatlan, amit szeretnék, hogy hol. Tehát nagyjából így felvázoltam magamnak a képet, és ugye amikor teremtő kurzuson vagyunk például, szó esik arról, hogy amikor vizualizálunk valamit, illetve be akarjuk hozni az életünkbe, akkor beszéljünk róla, vagy ne beszéljünk róla. Sok, ugye, sokan azt mondják, hogy ne beszéljük, tartsuk meg magunknak, más meg azt mondja, hogy nem, nyugodtan beszéld meg az álmaidat, a barátaiddal, mondd ki, csinálj úgy, mintha már meg lenne, hogy kerülj arra az érzésre. És ezért ugye én szeretem elmondani, hogy mi az, amit akarok látni. Minden percben jogom van mondjuk megváltoztatni ezt, pláne hogyha egyet-egyet
egy-egy gyökér problémát feltárok, megcserélem, akkor egyébként is újra teremtem a valóságomat, tehát újra kell az egészet manifestálni, nem kell, de lehet, tehát ezeket a dolgokat szem előtt tart, hogy elmondtam, hogy mi az, amit szeretnék, na és akkor innentől volt a sztori, nagyon drága, kedves barátaim, mindenki ugye a legjobbat hozza ki magából, mindenki pontosan ugye azt mondja, amit nekem kell hallani, ha az én szemszögömben mondom most. Gyakorlatilag az történt, amit olyan sokszor, ha belegondolok, már hallottam, és biztos, hogy saját magamnak is mondtam, és biztosan sok ember együtt érez ezzel, hogy gyakorlatilag elmondtam, hogy mit akarok, hol akarom, miért akarom, gyógyítószobával, dolgozószobával, nagykerttel, kiskerttel, tudom én, minden, ami kényelmet és a üzletet, vagy a biznisz szolgálja, a minden, ami ahhoz járul hozzá a gyerekemnek tere legyen játszani, stb. Stb. Így miért ne? Sok ember ér kertesházba, sok ember ér nagyobb lakásban, mint 50 négyzetméter. Én teremtem a saját valóságot, ugye, eddig a sztori. A reakciók azok voltak, hogy de hát minek neked egy nagyobb lakás? Már megint költözni akarsz, ugye 7-szer költöztünk 7 év alatt miattam, tehát ebből is látszik, hogy azért tételőtt egy kicsit ideges típus voltam. És akkor innentől kezdve megbeszéltük azokat a dolgokat, hogy mi az, ami miatt nekem el kéne fogadnom azt, ahol vagyunk, hiszen ez egy gyönyörű ház, ez egy gyönyörű komplex, lakópark, konditeremmel, uszodával, pálmafákkal, tényleg úgy néz ki, mint egy nyári üdülő. És ez tényleg így van, tehát tényleg nagyon jó. De miért ne lehetne még jobb? Tehát, hogy amikor arról beszélünk, hogy érd el az álmaidat, amikor arról van szó, hogy nincsen limit, a fejemben létezik az a korlát tulajdonképpen, ami nem engedi meg azt, hogy megteremtsem azt a valóságot, amit én meg akarok látni az életemben, akkor belehozhatjuk azt is, hogy tulajdonképpen annyira hallgatunk másokra, annyira a társadalomtól vagy a környezetünktől tesszük függővé azt, hogy mit gondolunk, hogyan értékeljük a saját életünket, hogy sokszor nem vagyunk annak tudatában, hogy ez nem is a mi gondolatunk, de az én gondolatom az, hogy akarok egy tudom én X dolgot látni az életemben, és akkor innentől kezdve jön egy csomó dolog, ami bűntudatot kelt, mert hogy miért akarsz nagyobbat, rossz érzéseket kelt, nem vagyok elég jó, mert ki vagyok én, hogy nekem ez járjon, a félelem, hogy de mi, ha nem tudom kifizetni, vagy mi, ha nem megy a biznisz, vagy mit tudom én, nem vagyok elég jó akármi a munkámban. Teljesen mindegy, hogy mi az, de a lényeg az, hogy bejönnek azok az önkorlátozó hitrendszerek, amik természetesen bennem vannak, hiszen én reflektálom ki, és én hozom be azokat a mondatokat az életemben, amiket meghallok, de ugyanakkor meg jó, hogyha tudatában vagyunk annak, hogy ha nekem van egy álmom, bármilyen motiváció vagy inspiráció vezessen, teljesen mindegy, hogy a föld jobb átétele, vagy csak a saját életem, vagy a gyerekem, teljesen mindegy. Tehát van egy álmom, fókuszált figyelem, lelkesedés, kitartás, elkötelezettség, pozitív gondolatok. Nem jelenti az, hogy nem lehet negatív gondolat. Egyáltalán lehet az, hogy nem tartalmazhat az életem negatívumokat. Szó sincs arról. Szó sincs arról. Arról van szó, hogy folyamatosan a célt látom magam előtt, és mindent megteszek. Lépéseket teszek, és elérem. És innentől kezdve bárki bármit mond, tehát itt vannak a korlátozó hitrendszerek, hogy miért akarsz nagyobbat, miért nem jó ez, ami van, elégedj meg azzal, már ennyit elértél, akkor örülj ennek, tehát ragozhatnám. A lényeg az, hogy bármi történik az életünkben, teljesen mindegy, hogy én beszélem magamnak, én mondom másoknak, más mondja nekem, vagy az intuícióm, teljesen mindegy, oda-vissza, kivel kommunikálok. A lényeg az, hogyha tudatában vagyunk azoknak, a gondolatainknak, az érzelmeinknek és a kimondott szavaknak, amik nem véletlenül hagyják el a szánkat, hiszen a tudatalattiban valahol ott vannak ugye erre rezonáló gondolati minták, programok. Ha tudatában vagyunk ennek, akkor sokkal gyorsabban tudjuk megteremteni valóságunkat, mint hogyha csak úgy éljük az életünket, és
olyan sok mindennel foglalkozunk, de igazából soha nem tesszük a figyelmet ide, arra személyre, aki itt és most megérdemel annyi figyelmet, szeretetet, törődést, hogy ő az, akinek a teréből teremtünk. Tehát ahhoz, hogy nyertes-nyertes pozíció, ez a kedvenc, ugye, nyertes-nyertes pozíciót hozzunk létre, ahhoz arra van szükség, hogy az én jól vagyok teréből segítsek annak, aki szintén jól akar lenni, és aki jól van, az szintén létrehoz egy olyan változást a saját életében, olyan értéket ad a saját életéhez, amivel aztán értéket képvisel, és ezáltal értéket ad a változásra törekvők, vagy a világ számára. Na, szóval nem ragozom tovább. Úgyhogy körülbelül ennyit akartam most mondani. Sziasztok!